Sziasztok, drágáim! Anamé vagyok. És egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, ami nagyon-nagyon fontos nekem, kiemelten fontos. Hajléktalannak lenni nagyon nehéz. Onnan tudom, hogy én is voltam az. Amikor 18 évesen elmenekültem a bántalmazó családomtól, akkor nem volt más választásom, mint hogy egy telet az utcán töltöttem, akkor már súlyosan betegen, mielőtt munkát találtam volna. Úgyhogy tudom, hogy mennyire nehéz ez az állapot. Ezért ez az ügy kiemelten fontos nekünk, folyamatosan támogatjuk őket. Tudom, hogy jön a karácsony, és azon gondolkoztok, hogy mit vegyetek a szeretteiteknek. Gondoljatok arra, hogy az egész világ a szerettetek. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy kövessétek ezt a példát, cselekedjetek és könnyítsetek a hajléktalanok helyzetén. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket, drágáim. Sziasztok!